mindenki tehet. És én azt hiszem, hogy ha hadat tudnánk üzenni ennek a hihetetlen kishitűségünknek és csalódottságunknak és tunyaságunknak, amivel én lépten nyomon találkozom, akkor egy óriási lépést tennénk abba az irányba, hogy rengeteg problémát, amiről én beszéltem, meg tudnánk oldani. Az MNT volt elnöke szerint csak így vehetjük fel a harcot a legfontosabb problémával, a magyarság fogyatkozásával. Sajnálattal állapította meg, hogy az új összetételű MNT befagyasztotta a 2013-ban konszenzussal elfogadott népesedési akciótervet, amelynek nyomán már születtek kezdeti eredmények. Valakinek vállalni kell a felelősséget. Vagy ki kell mondania, hogy ez nem számít, vagy ki kell mondania, hogy mi lehúztuk a rollót, és elfogadjuk azt, hogy ez a közösség kész. Tehát akkor minek politizálunk nemzeti színekben, de azt, hogy ne foglalkozunk az ügyel, úgy tegyünk, hogy ez a probléma nincs, akár az elvándorlásról beszélünk, akár a demográfiai helyzetünkről, hát ez azt gondolom, hogy egy olyan szintű képmutatás, amit azért nem kéne vállalni. Három irányban szükséges változás, mondta Korhec. Nagyobb teret kell adni a szakmaiságnak, nyitni kell a másképpen gondolkodók felé, a médiának pedig öncenzúra nélkül a legkülönbözőbb témákról kell tájékoztatnia a nyilvánosságot. Az MNT volt elnöke a VMS részéről a szükséges változások irányába mutató lépésnek tartja Lovas Ildikó menesztését. És hogyha valaki hoz komoly fájdalmas döntést annak érdekében, hogy úgymond ez a változás, ez a MNT-nek a konszolidációja, ez az új fölállása, hogy ezt egyesek fogalmazták, megtörténjen, akkor én azt mondom, hogy ez a lépés, ez azért inkább abba az irányba mutat, hogy itt van egy komoly szándék. Ez az én olvasatom. A beszélgetésben Korhec megjegyezte, hogy nem vizsgálja felül a politikai nyugdíjba vonulásáról szóló döntését.